Igazán különleges helyszínen és rendkívül extrém körülmények között zajlik a 61. finomszerelékes horgász világbajnokság. Itt Horvátországban ennek az erőművi csatornának a partján rendezik meg ezt a világversenyt, és tényleg, ahogy említettem, rendkívül extrém körülmények között. A víz sodrása hihetetlen nagy, a halak pedig, amelyek itt élnek, bitangerősek. Ennek megfelelően rendkívül próbára teszi ez a horgászok és a felszerelések képességét és erejét is. A mai nap folyamán még az edzések tartanak, holnaptól viszont már élesben megy minden, megkezdődik a verseny. Tartsanak velünk, kövessék nyomon a magyar csapat teljesítményét és a magyar csapat versenyét a Fishing and Huntingon. Nincs egyszerű feladata a magyar válogatott szövetségi kapitányának, hiszen a mai nap folyamán is, mint ahogy a felkészülési időszak folyamán végig, figyelemmel kell követni a csapat tagjainak teljesítményét, és utána el kell dönteni, hogy kik lesznek azok öten, akik majd beülhetnek az első nap versenyezni. Hogyan és mennyire elégedett a csapat teljesítményével az elmúlt napokat figyelembe véve? Hát ezt tudni kell, hogy ez a versenysorozat nekünk nem most kezdődött el, hanem itt volt egy ország legjobb tizat felnőtt versenyzőinek, volt egy fölmérő verseny, ahol itt ezen a vízen, akik itt ülnek, most kb. 16-szor horgáztak. És abban most kicsit könnyebb helyzet vagyok, hogy hát talán a válogatón elért eredmények alapján és a héten mutatott eredmények alapján fogunk válogatni. Én úgy gondolom, hogy nekem már a 5 fő az kialakult bennem. Én 15-akkor megyek a kapitány értekezlet, és ott már be fogom bírni a tartalékot. Mit kell tudni most a versenyről, hogyan zajlik előtte ez a felkészülési időszak, mit jelent, miért fontos ez a tréning? Hát a tréning ez nagyon fontos, hogy itt úgy van a világszövetség, ezt úgy határozza meg, hogy minden nap más boxba ülünk. Kezdtük a 3-ason, 27-esen, 20-ason, most a 33-ason vagyunk, és itt, hogy minden szektor részen ül szinte minden csapat, akik itt vannak. Na most itt azt tudni kell, hogy itt a ülés során úgy van meghatározva nálunk is, hogy van kétfajta etetőanyag, van kétfajta vonal, egyik a szerintem a magyar szilárd vonal, a másik a Ambrus Tibéki, a Maros Mix vonal, és ebből kell majd választanunk. Milyen fogási eredmények voltak az első időszakban itt a felkészülési alatt, mennyire bíztató a magyar csapat teljesítményére, mennyire talált rá a válogatottunk a megfelelő taktikára? Hát én úgy gondolom, hogy én akár jöttem ide erre a világbajnokságra, akkor is, hogy azt mondtam, hogy én ezt a magyar csapatot tartom 1-től 6-ig, bármelyik helyezésre elérhetjük. Első napon szerencsés sorsolásunk volt, a 3-as boxban voltunk, ott 15-40 volt a legtöbb, 15-40-nek volt a legtöbb, és ott igen jó fogott a csapat. Már a 27-esen kicsit csökkenő hal tendencia volt, az időjárásra is lehet ezt mondani, ez hidegfront volt. Ott azért ott is jó fogtunk. Szerintem átlagosan én azt mondom, hogy így a harmadik, negyedik helyre tenném most a csapatot. Az utolsó tréningnapi eredmények mennyire számítanak majd bele abba a taktikába, amit majd a versenyen fog a csapat horgászni, vagy már ilyenkor teljesen kialakult a fejekben, hogy mi lesz a fő csapásvonal? Szerintem ez már teljesen kialakult nálunk. Nálunk a technika, az taktikai idegen azt beszéltük, hogy nekünk már itt most nagyon sok variációnk nincs. Ugye itt ültünk 16-szor, itt kialakult mindenki egy olyan, hát, hogy is mondjam ezt, az agyában mindenkinek benne van, hogy mire készül. Én elmondom, hogy vannak itt az angolok, vannak itt a lengyelek, akik inkább apró halakra horgásznak, teljesen más technikával, más etetőanyaggal. Nálunk inkább jól van, ez nem is működött a felmérő versenyen se, hanem inkább a nagy testű halak megfogására próbálkozunk. Legjobbjaink tehát igazán extrém körülmények között fognak versenyezni itt ennek az erőművi csatornának a partján. Tartsanak velünk és kövessék nyomon az eseményeket. Éppen a 61. világbajnokságra készülünk. A helyszín a horvátországi Dubrava csatorna. Ez egy nagyon gyors folyású csatorna. Különleges körülmények vártak itt minket. A vízpart, ahogy
látszik a felvételeken, nagyon meredek. Ez nem csak amiatt lényeges, hogy nehéz megülni a vízparton, hanem ez a meredekség folytatódik a víz alatt is, tehát ilyen rézsünk kell nekünk horgászni. Alapvetően két feladat van. Az egyik az, hogy az etetést úgy állítsuk össze, mind az etetőanyagot, mind a ragasztott csontit, hogy ezen a rézsünk megálljon. A másik feladat az az, hogy ezeket a halakat, amik ugye a gyors vízfolyás miatt jellemzően nagyméretű halak, márna, szilvaorrukeszek, padut, domolykó, de ezekből is a nagyobb méretűek, ugye azok bírnak megállni ebbe a gyors vízbe, hogy ezeket megfogjuk, és hát ez erős felszerelést igényel. Gyakorlatilag minden tekintetben, minden apró részletben különös erőpróbának vagyunk kitéve. Ugye jellemzően a rakósbotokkal horgászunk. Ezeknek nem csak a versenyhorgászatnak, hanem alapvetően a folyóvízi horgászatnak, úszós horgászatnak egyik legjobb, legprecízebben használható eszköz a rakósbot. Itt a spic vonalába engedjük el a csalit. A másik, ami megnehezíti a körülményeket, hát ez most éppen egy ilyen kajdló telep, de ez jellemzően kavicsokra, a mederfenéken található kavicsokra telepszik rá. Hát ez sem engedni egyébként lassabb vízfolyásba sem az, hogy megállított csalival horgászunk. Először megpróbáltunk olyan távot választani, ahol nem találunk ilyen kagylót, aztán rájöttünk, hogy pont fordítva kell ezt tenni, mert azokon a részeken, ahol sok kagyló van, ott egyrészt az etetőanyag is könnyebben megáll, amikor széllyel nyílik, akkor meg is marad közte a kagylók között. Másrészt pedig a halak is úgy tűnik, hogy azt a vízmélységet, ugye itt nem elsősorban távolságban, amikor horgászunk, nem távolságban gondolkodunk, hanem vízmélységben, azt a vízmélységet szeretik, ahol ez a kagyló is szívesen tartózkodik. Ami igazán látványossá teszi majd a versenyt, az egy-két nagyméretű hal, mert ugye a közepes méretű halak, ahogy eltelnek, azt is eredményezi, hogy már csak a nagyobb testű halak fognak táplálkozni. Azok is jellemzően a verseny első felébe. Ime egy úszó, egy lapos úszó, amely a folyóvízi horgászatra lett kifejlesztve. Látják önök is, 25 grammos, de nem véletlenül pihen itt most Szilvási Szilárd mögött. Ezekre a méretekre most egyáltalán nincs szükség. Ennél jóval nehezebb, 30, 40, akár 50 grammos úszókat is használnak a versenyzők. Ez a megfelelő méret arra, hogy megfelelően tudják vezetni a csalikat a halak számára. Véget ért tehát az utolsó tréning. Színási mail a szövetségi kapitánynak mára csupán egyetlen feladata maradt, ki kell hirdetni a keretet,
ki lesz az öt versenyző, aki holnap már beülhet majd a szektorba versenyezni, és ki lesz az egy ember, aki egyelőre kimarad, és ő lesz majd a tartalék. Én úgy gondolom, hogy oda benn majd a vacsoránál, ők vagyok a kapitány, a szomszéd. Én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm az egész heti kemény munkáját. Én nekem csapatot kell hirdetni, úgy gondoltam, hogy Pozsonyi Csabi maradt itt minden csere most. Ez a Rizenél. Őt láttam most úgy, hogy kicsit ideges, szerintem nem ideges lenni, mert ilyen. Az utolsó tréningnapon megkegyelmezett az időjárás a magyar csapatnak és valamennyi versenyzőnek, az eső nem esett, és úgy tűnik, hogy viszonylag szépen is tudták fogni a halakat. A fiúk mellettem Szilvási Szilárd, hogyan sikerült számodra az utolsó tréningnap? Hát ez a mesébe illő kategória volt ma. Nagyon sok halat sikerült fognom, szerintem ez egy nagyon jó hely volt, amin horgáztam. Találkoztunk többször ilyennel, hogy egy-egy hely nagyon kiemelkedő. Szerencsém volt, jó helyen ültem most, remélem holnap is egy ilyen jó helyen ülök, és akkor nagyon sokkal tudom segíteni a csapatnak a jó eredményét, és hogy baromi jól sikerült. Gyakorlatilag az első percektől kezdve folyamatosan lehetett húzni a halat, aztán úgy fél idő tájékán egy kicsit megtört a lendület. Igen, ez mindig úgy van, hogy az elején egy kicsit több hal van. Szerintem a rengeteg bejutott csalival egy kicsit elnek el a halak, és ugyebár ezt úgy kell elképzelni, hogy szerintem itt a mezőny körülbelül 5-6-700 liter csontit dob be ez a 4 óra alatt. Ebből az első két órában bemegy 3-400 liter, úgyhogy nem csoda, hogy egy kicsit fogyatkozik a hal. Szerintem egy élő csonti folyosó megy le a dráváig, úgyhogy reméljük hoz még nekünk sok-sok halat. Szerintem emiatt van az, hogy a rosszabb helyeken főleg lecsökken a halfogás, és a jobb helyeken is meglassul. Nyilván majd csak a verseny után lehet elmondani, hogy mennyire sikerült, de mit gondolsz, így előzetesen hogyan sikerült megfejteni ennek a csatornának a titkát? Hát szerintem az elmúlt egy hétben és az előző egy hétben a válogató versenyt is ide véve szerintem nagyon sokat haladtunk előre. Egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz pálya, rettentően nehéz fizikailag, idegileg, akaszt az ember egy nagy halat, jó, ezt meg kéne fogni. De hát ez a sodrásban, ez nagyon nem egyszerű, ráadásul annyi kagyló van lent, hogy egy kagyló szőnyegen horgászunk, ami a márnák ki is használnak, és azonnal próbálják levágni a zsinort. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és nagyon nehéz lesz. Minden tévénézőnek annyit üzennék, hogy szorítsanak nekünk, nézzék a Fishing and Huntingot, és hajrá magyarok! Minden horgászverseny egyik legfontosabb eseménye a sorsolás. Itt most a világbajnokságon a szövetségi kapitányok, illetve a csapatvezetők részvételével megtörténik az első nagyon fontos esemény, nagyon fontos sorsolás. Kiderül, hogy mely versenyzők melyik szektorba kerülnek. Az viszont, hogy a szektoron belül melyik helyen fognak majd horgászni az első versenynapon, majd csak a verseny rajtja előtt néhány órával derül ki. Megtörtént a sorsolás. Mennyire boldog a szövetségi kapitány? Részemről ez megfelelő. Ambrus Tibor a A-szektorban lesz holnap, Erdély Attila a B-szektorban, Magyar Szilárd E-szektor, Nagy Benedek C-szektor, és Szilvási Szilárd lesz a D-szektorban. Ezt tudni kell, hogy ezt akik tudják, hogy a versenyről van szó, minden szektorban voltunk. Itt mindenki tudja azért, milyen halak-halfogonát, hogy fogtuk az A, a B, C, D és E szektorban. Én nem hiszem, hogy ez akadályt jelent. Teljesen mindegy. Azt tudni kell azért, hogy én úgy gondolom, hogy aki az A szektorba kerül, mindig annak van a legnagyobb súlyt lehetősége fogni. Na most ezt ti is tudjátok, hogy ez csapatvilágbajnokság, és én nagyon bízom, hogy a csapat is így gondolkodik, de általában az A szektor az, aki legjobb eredményeket mindig.